Uraim, tisztelt konferencia! Először is engedjék meg, hogy kifejezzem hálámat, hogy a mai nap itt lehetek. Hosszú, lassan 10 év óta nem volt szerencsém ebben a templomban lenni, és most egy nagyon felemelő élmény, hogy a templom falai között hallgatok előadást. 10 éve innen indítottunk egy egyháztörténeti nyári akadémiát, ami mai napig működik. Különösen jó érzés ide visszatérni, mondhatni egy kicsit surdiként, környékbeliként hazatérni ide Ura keresztúra. A témám Szent László délzalai Kanizsa környéki emlékezete, amely erősen leszűkített téma a maga nevében, ugyanis ha megnézzük Szent László emlékezetét, és nem mindenki szerint a következő diát is, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy Szent László maga korában mind egyházi, mind pedig államalkotó téren olyan maradandó tetteket hajtott végre, és olyan nyomot hagyott a magyar és egyébként a horvát történelemben, ami egyrészt összeköti ezt a két nemzetet mind a mai napig, másrészt pedig tényleg az egyházi és a világi téren tett cselekedeteinek köszönhetően a magyar nép emlékezetében nagyon virulens az ő emlékezete, tulajdonképpen a középkor, sőt a halála utáni évtizedektől kezdve folyamatos. Ha Szent Lászlóra gondolunk, és Szent László emlékezetében szerintem két dolog, ami tipikusan visszaköszön az emberektől, talán az oktatás miatt az emberek emlékezetében, az egyik az a Szent László herba, herma, györbenőzött Szent László herba, a másik pedig a Székelyföld, ahol lépten nyomon minden kicsi templomban Szent László középkori freskókkal tudunk találkozni. Ehhez képest meglehetősen kevés hangsúly, vagy kevés szerepet kap az, hogy milyen lehet máskor az ország más területén, a Kárpát-medence más régióiban Szent László emlékezete, ezért jelen előadásom alkalmával csatlakozva itt a gyönyörű Szent László ablaküveghez, arra vállalkozom, hogy itt a Murakeresztül környéki és Kanizsa környéki Szent László emlékezetet nézzük meg egy kicsit közelebbről. Érdekes módon nagyon nehezen tudjuk a középkorban megragadni térségben Szent Lászlót, vagy később egy mondattal kitérek erre, azért tulajdonképpen itt Kanizsa, mondhatni 30 kilométeres körzetében a legelső ide vonatkozó forrásai, azok a török kiűzése utáni években születtek, és tulajdonképpen amikor az oszmánok az 1690-ben kiűzték Nagy-Kanizsáról, akkor talán kevesen tudják, hogy a helyi ide egyrészt ferencesek, másrészt jezsuiták érkeztek, és egy jó ideig a jezsuiták vezették a kanizsai plébániát is, és nagyon komoly missziós munkát folytattak, és ennek keretében tudjuk, hogy a jezsuiták által használt templomban az oltár mellett Szent István és a Szent László szobor kapott helyet, ez a legelső Kanizsához és a környékhez köthető Szent László említés tulajdonképpen, és azt is tudjuk, hogy a barokk világ tipikus szertartásnak, körmenetnek alkalmával volt egy Szent László ábrázoló ünnepi zászló is, amit rendszeresen használtak. Sokkal érdekesebb ehhez képest a Szent Lászlóhoz köthető zarándoklat. Ugyanis Szent László ünnepén Nagy-Kanizsáról és a környékéről is rendszeresen, évről évre rendeztek nagy zarándoklatot, ez egy gyalogos zarándoklat volt, elég sok, 1500 embert mozgatott meg, nagyjából 3 napot vett igénybe, és búcsú Szent Lászlóra, az Alaegerszeg felé tartva találkozhatunk ezzel a településsel, búcsú Szent Lászlóra mentek el gyalogosan ezek a zarándokok, és évről évre megismételték ezt az utat. Érdekes a zarándoklat történetében, hogy tulajdonképpen a 20. századig nyomon lehet követni ezt a zarándoklatot. Az egyik utolsó ide vonatkozó forrás az pont a Vatikánban maradt meg, amikor is 1936-ban a pápának egy üdvözlő levelet küldtek, egy táviratot küldtek tulajdonképpen a környékbeli zarándokok, a Szent László zarándoklat miatt. Mit is kerestek a kanizsaiak és a Kanizsa környéki településeknek a lakosai búcsú Szent László? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy monda lesz a segítségünkre, Kanizsai Pasa megtérésének a története, amely inkább mesebeli, nincsen valóságos, minden esetben jól mutatja a korabeli lelkiségnek a különböző kis virágai, ez is egy kis virága maga nevében, ami arról szól, hogy a Kanizsai Pasa megbetegedett, és hallott erről a csodálatos búcsújáról helyről, és imádkozott tulajdonképpen Szent Lászlóhoz, és így sikerült
meggyógyulnia, és a csodálatos gyógyulás miatt szabadon engedte a fogjait, és megtért, és állítólag még a 1800-as években látszódtak azok a fegyverek és pajzsok, amiket a kanizsai pasa ajándékba adott a Gucci szentlászlói templom számára, és ki voltak oda szépen függesztve, és ha valaki elmegy a mai napig a szentlászlói templom oldalán képén, ezt a jelenetet láthatjuk, ahogy itt a rab bemutatja a megtérő pasát. De hogy ne kelljen ilyen messze mennünk, a kanizsán is találkozunk Szent László ábrázolásokkal, maga nemében unikális és egyedülálló, ugyanis az alsóvárosi egykori ferences plébánia templomba, ha bemegyünk, akkor az egyik oltár, mellékoltáron, a pádlói Szent Antal mellékoltáron láthatunk két szobrot, és az egyik szobor Szent László táblázója. Én inkább szekercét látok a kezében, mint bárkot, de ez egy eléggé egyedi jelenében ez a megformázás. Minden esetre azért nagyon különleges ez az ábrázolás, ugyanis, és erre nem lesz ilyen kitérni, de itt Szent László nem a tipikus Szent Királyok nemzetségéből származó alakként tűnik fel az alsóvárosi templomban, hanem sokkal inkább a ferenceseknek a horvát történelemben olyan szerepet játszó Ladislaita, vagy Ladislaita rendtartomány miatt, és tulajdonképpen a Szent Lászlóról nevezett ferences rendtartomány miatt, ugye a kanizsai ferencesek is ide tartoztak, miatt kerül Szent László erre az oltára, és nem Szent István, Szent Imre, Szent Erzsébet és a többi árvárházi szenttel való kapcsolata miatt, ez szerintem egy nagyon izgalmas és különleges ilyen szintű ábrázolás. Emellett azonban fontos megemlíteni, hogy 1926-tól egy Szent László harang is van a templomban. Hát ugye a harangokkal az a baj, hogy ja, nagyon jól néznek ki, csak sose látjuk őket, csak halljuk őket, és azt, hogy mit ábrázolnak, az általában sose tudjuk meg. Valamint, ezt a helyiek is szokták tudni, Halmos László zeneszerző egy misét is szerzett, és ezt Szent Lászlóról nevezte, és ezt is bemutatták itt a templomban. Kötődik Szent Lászlóhoz egy másik, nagyon érdekes mondat. Ennek több variációja is fennmaradt. A legelső az 1742-ből ismert, ami Szent László nemeseiről szól. Arról szól röviden az egész történet, hogy Szent László éppen Zala megyén keresztül utazott, és itt a környéken tönkrement a kocsija, kiesett egy szög a kocsijából, és nem tudott tovább haladni, és az egyik jobbágy az ujját dugta be a keréknek a lyukjába, és tulajdonképpen így mentek hosszan, és így sikerült tovább folytatni az útjukat, és ezért hálából Szent László nemessé avatta ezt az ember, valamint birtokokat adományozott neki, és így születtek a környékben Szent László nemesei. Ez is egy unikális, tulajdonképpen csak a környékre jellemző mondat. Azt hinnénk, hogy csak Erdélyből ismerünk hasonlókat, és a Kelet-Kárpátok területéről, ennek ellenére ilyen messze eljut ennek a nyoma. Talán kevesen fedezték föl, Nagykanizsán, ugye ma az Erzsébet téren található az úgynevezett Szent Háromság szobor. Ez egy tipikus vándorszobor, ilyen keringőre hívta tulajdonképpen a város lakóit, mert a város minden pontjánosan megfordult már. Mai helyen, ha megnézzük, akkor itt fedezhetünk föl egy Szent László ábrázolást, ami azért különleges, mert a Szent László ikonográfiában tipikusan megjelenő példaként bárdal szokták ábrázolni, vagy pedig valamelyik hős vagy nevezetes cselekedet közben, vízfakasztás közben például. De ezen az ábrázoláson, ami Grazban készült még az 1700-as évek második felében, gyakorlatilag semmi nem utal mindenre, egyedül a feliratából tudunk következtetni arra, hogy Szent Lászlóról van szó, és hát ez egy ilyen unikális köztéri szobra lehet tulajdonképpen a kanizsaiaknak, ami többféle módon is ábrázolnak mind a mai nap. Csak kis kitekintésképpen láthassuk, hogy mondjuk az emlékezet hova nem jut el. Ugye Szent Lászlóról nem csak szobrokat formáztak meg, hanem cserkészcsapatot is elneveztek, ami a két világháború között különösen aktív volt, és az én egyik kedvencem egy cukorkaüzem is működött Szent László néven. Kanizsán sajnos a mai napig nincsenek meg, vagy esetleg van ilyen kis aranyos ábrázolásai voltak ezeknek a cukorkáknak, avaj nem, ezt nem tudjuk meg. Ellenben fönnmaradt a nagykanizsai felsővárosi
templomba egy nagyon-nagyon szép Szent László ábrázolás. Ha kell tipikus szentet ábrázoló oltár, hogy abban a képen mutatni, azt hiszem, hogy ez mondjuk közé is sorolható, ahol nem csak a felírás segít minket, hogy kit is ábrázol az adott kép, hanem ikonográfiailag is tökéletesen meg van formázva, fején látható a korona, érdekes, hogy nem a Szent Korona van rajta, ahol mi ugye egyre a korszakban nem lehetett, de itt szokták ábrázolni, a glória és a mellkasán az Árpád-házi címe, valamint a nagy vár, ami összevetve az alsóvárosi templom kis szekercével azért merőben más képet mutat számunkra. Fontos megjegyezni, itt is, felsővárosi templomban is volt egy Szent László harang, ami egy szép kis versike is olvasható, egy hitűség becsület kartette nagyjá pont is a magyar, és a harangnak az lett a története, ami általában a magyarországi harangokkal lenni szokott, beolvasztották a második világháború alatt, és ágyúgolyót vagy akármit csináltak belőle, és sajnos innentől kezdve elveszett a számukra. És ha feltesszük ugye a kérdést, hogy miért kerül ilyen ábrázolásra templomra, akkor azt is megtudhatjuk az üvegablak alját, hogy a nagykanizsai honvéde tervi bevonulása miatt került Szent László ide. De hogy Keresztúrhoz egy kicsit közelebb jöjjünk, Szent László nyomai kutatva a környéken, de Kiskanizsán, én errefelé szoktam jönni, ha jövök a kiskanizsai templom felé, nem a kis rejtett utakon, akkor itt a templomban, ha valaki megér, hogy egy 20. századi, 60-as évekből származó ábrázolást fedezhet fel a templomnak a kupoláján, és ott is az Árpád-házi szentek körében látható Szűz Máriának hódolva Szent László, és akkor érkezzünk, menjünk tovább ezen az úton keresztül felé még közelebb, és akkor ugye megérkezünk Bajcsára, ahol Bajcsán egy még újabb oltárkép, gyakorlatilag már a millennium előszobájában készült oltárkép mutatja számunkra szintén a tipikus, már jól ismert kompozícióban Szent Lászlót, amikor is az Árpád-házi szentek körébe és általában egy gellért azért oda szokott kerülni, úgy lett ábrázolva a szent. Na most, hogyha elhagyjuk a névileg Kanizsának a hivatalos határát, akkor egy kicsit nagyobb játéktérre van lehetőségünk, és ha megnézzük azt, hogy itt mit tapasztalunk a középkor szempontjából, akkor tulajdonképpen, ha Szent László nyomát akarjuk keresni, akkor általában a település neveket, valamint a templomok patrocíniumait, névadóit tudjuk ilyenkor megtalálni, és ha így körbenézünk, akkor látjuk azt, hogy számtalan különböző szentről elnevezett település van a Dél-Zalában is a környéken, és ezek közül Szent Lászlóról ugye puszta Szent László, szintén Kanizsától északra, és búcsú Szent László, amiről már előbb beszéltem, ez a kettő szerepel Szent László említésén, és egy patrocíniumot ismerünk, ez pedig Zalakaroson, tudjuk, hogy a középkori karosi templomnak a patrocíniuma, a Szent László volt, Szent László titulusú templomát a középkorban Zalakarosra. Ez valószínűleg elfelejtették már, amikor az új templomot építették, és most már nem így szerepel. Ha már azt nézzük, hogy ma a környéken milyen Szent László patrocíniumú templommal találkozunk, hogy nem messze Őrfürosba találkozunk egy nagyon szép ilyennel, ahol Szent László oltár látható, és gyakorlatilag itt is az oldalán bárhol ábrázolják a magyar király. Valamint Nagyrécsén, ezt szerintem kevesen tudják, hogy Nagyrécsén van egy gyönyörű Szent László templom, aminek az oltár képét ugye nem kisebb ember, mint Orlai Petrics Soma festette, ami talán még gimnáziumi tanulmányunkból visszaköszön, ugye a reformkor híres nagyjai Petőfitől mindenki az Orlai festette általában, és egy eredeti Petrics Soma festmény található a mai napon Nagyrécsén, amit egyébként a Veszprémi Múzeumból hoztak vissza, és helyezték el. Állítólag az építető Inkei Lászlónak az arcvonásai vannak elrejtve. Hát sajnos nem találtam róla mai ábrázolást, nem tudtam összevetni, izgalmas kísérlet lett volna ilyen szempontból. Ha a zarándok utakra visszatérünk, a mai nap is él a környékben a zarándoklás nemes hagyománya,
és manapság a délzalaiak általában Homokkomáromba szoktak menni. Én ma már nagyon gyakran időzött vagy ment Homokkomáromba, és itt ebben a gyönyörű Homokkomáromi templomban található, kicsit elrejtve, szintén a templom tetején egy gyönyörű Szent László ábrázolás, ahol pedig egy eddig nem látott módon vízfakasztás közben látható a Szent Király, és ismerjük talán a történetet, hogy szomjaztak a katonái is, és bárján belejött a sziklába vizet tudott fakasztani. Ez is egy 20. századi ábrázolás, és maradva a szakrális térben, valami is találunk egy hasonló. Itt, ha megnézzük, akkor a Szent László feje már tipikusan a Herma világához csatlakozik, és ugye általában úgy szokott lenni, hogy az ember utat publikálja, és utána lévő napokban kerül elő egy újabb ábrázolás, és mit járta, amikor kiderült, hogy Eszterengén is van egyébként egy érdekes Szent László ábrázolása, szintén csak karddal ábrázolják. Ez csak ilyen kis kutatás történeti érdekességként szeretném említeni, hogy ugye nem egyértelmű, hogy Szent László mindig bárdal kell adott esetben ábrázolni. És ez problémákat is vett fel, ugyanis szintén itt a környékben kalandozva, Sormási templomban találkozunk ezzel az ábrázolással, ahol a mai napig nem igazán tudjuk eldönteni, Szent Istvánt vagy Szent Lászlót látjuk-e a képen, és itt majd kicsit komolyabb művészet történeti beavatkozásra lesz szükség, hogy ennek a végére járjunk. Minden esetre talán Szent Lászlóval tudjuk szintén azonosítani. A környező Bánokszent György jóval egyszerűbb a ilyen szempontból ugye a kérdés. És ugye, amiért talán ez a mai előadás itt megszületett, az pedig az itt látható gyönyörű Szent László üvegablak, amiről nekem nem sikerült jóval közelebbi információt kideríteni, de az biztos, hogy a maga nemében szerintem ez és a felsővárosi Szent László ábrázolása a legszebb, és ha megnézzük, akkor Jézus és Máriának a betűt látható Szent László mellkasán tulajdonképpen felfedezni. Nagyon érdekes, és talán önöknek is feltűnt, hogy az eddigi ábrázolások szinte mindegyike az szakrális térben helyezkedik el. Tulajdonképpen majdnem az összese templomokban, templomok üvegablakain, oltárain, templomban található szobrokon látjuk, adott esetben harangokon fedezhetjük fel, és ami nem, az is igazából valamilyen szinten szakrális jelentőséget nyert. Gondoljunk például az Erzsébet téren lévő szoborra, ami a szoborkompozíció is egy szakrális alkotás, és ilyen formában került Szent László ábrázolásra. Ennek ellenére azt láthatjuk, hogy az elmúlt években, mondjuk azt, hogy az elmúlt évtizedekben, Szent László ábrázolásait tekintve a szakrális vonatkozások kezdenek lehanyatlani, hogy inkább úgy mondanám, hogy Szent Lászlóval kapcsolatos ábrázolások viszonylag ritkán születnek, és sokkal jobban előtérbe kerül a profán, a világi térben történő ábrázolása. Jelenleg nem lesz erre idő, hogy erre részletesen beszélünk, sejtettem is, és ezért egy diára raktam az összes ilyen képet, csak így beszeretném önöknek mutatni, hogy tulajdonképpen Homokkomáromtól Küszöbön át Borsváig nagy népség számtalan olyan ábrázolással találkozunk, ahol Szent László sokkal kevésbé szentségében van ábrázolva, nem a hagiografikus világához tartozik, hanem egyértelműen, mint nagy magyar király és mint nagy neves magyar uralkodó került a művésznek a kezébe, legyen szó akár fából készült szoborról, akár öntvényről, akár pedig nagy végsőn található festményről. Ez azért is érdekes, mert Szent László alakja ilyen módon egy érdekes változáson megy keresztül. Ja. Ha megnézzük a történetet, kicsit visszatérve az elejére, akkor azt láthatjuk, hogy Szent Lászlónak a tisztelete az egyértelműen szakrális egyházi térből indul, nagyon erős, ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ha mondjuk
Ha a népi vallásosságot vesszük górcső alá, akkor nagyon kevés Szent Lászlóhoz köt felfedezni. Ez mondjuk a Turi György Múzeumban nagyon érdekesen, ugye a régiónak az egyik leggazdagabb néprajzi kincsét őrzi a mai napig, és tulajdonképpen nincsen ilyen vonatkozású anyaga, gyűjteménye, aminek az lehet az oka, hogy a paraszti világban szántás, vetés, a tüzel, az állatoknak a betegeskedésével kapcsolatban sokkal inkább Flóriánhoz és mindenki máshoz imádkoztak az emberek, mint mondjuk Szent Lászlóhoz ilyen módon, és ez inkább sokkal inkább egy egyházi indítatású szenttisztelet lehet ilyen módon. Ugyanakkor érdekes, hogy az 1800-as évek második felére ez átalakul, és Szent Lászlóból, most egy erős sarkítással, lassan László király lesz. Nem tudom, mennyire érthető ez az átmenet, tehát fölfedezi magának a magyar történetírás Szent László alakját, és a mai napig a történeti megítélése egyre erősebb, erre utal. Itt keresztül környékén is, meg itt Dél-Zalában ez a nagyon sok elmúlt évtizedekből származó Szent László ábrázolás, ami azt is mutatja, hogy Szent László emlékezete, bár mondjuk vannak kvázi ismertebb védőszentek, de Szent László emlékezete ennek ellenére a mai napig virulens, nem egy fentről irányított emlékezetről van szó, hanem a népi vallásosságban egyrészt, másrészt pedig a profán világban is ugyanúgy megtalálható, és éppen ezért Szent Lászlóhoz könnyen tud csatlakozni mind a vallásos, mind a profán világ ilyen módon, és szerintem, bár a kanizsai emlékezetben Zvéh Miklós, a környéken is Turi, és sokakat mondhatnék, sokkal erősebb, de Szent László is egy kiemelkedő pont ilyen szempontból a régióban. Mindezt azért tartom fontosnak, és a mai nap szerintem azért érdemes zárásként kiemelni, hogy a monarchia felbomlásával, vagy annak ellenére, vannak a közös történelmünkben olyan kiemelkedő személyiségek, akik hála Istennek nem megosztanak minket, hanem inkább horvátokat, magyarokat, szlovénokat egymáshoz kötnek, és Zrínyi Miklós és Szent László tipikusan az a személyiség, aki erre képes. Így én azt mondom, hogy mondjuk a horvát-magyar kapcsolatoknak egyik jelképes ábrázolása is lehet, hogy pont itt keresztúron Szent László került fel a Mura keresztúri templomnak az üvegablakára. Érdemes ezért az ő emlékezetével tovább foglalkozni, és hát reméljük, hogy ez az emlékezet a jövőben is hasonlóképpen virulens lesz.